A darúvonulás az a Magyarország talán egyik leglátványosabb természeti jelensége, mind a vonulás kezdeti időszaka, mind pedig a vége kitolódott, tehát ma már augusztus végén is találkozhatunk északról érkezett darvakkal, illetve november második harmadában is tartózkodnak még kisebb-nagyobb csapatok a térségben. Az már biztos, hogy a Hortobágy neve összeforrt a daruval, még a laikusok számára is, a földkerekségen. A Hortobágyon van a legnépesebb daru gyülekezőhely. Egészen ifjúkorom óta járom ezt a térséget, 23 éve vagyok természetvédelmi őr a Hortobágyon. 2018-ban született egy rekord, amikor is 161 000 madár tartózkodott a Nemzeti Park területén, és az idén megdőlt. 194 000 madár tartózkodott abban az időpillanatban a Hortobágy területén, ez egészen fantasztikus.